Ünnepélyes átadásra került sor Lázárfalván a tűzoltó eszközök beszerzése a Vulkán Egyesület számára című program keretében. A pályázati összegből megvásárolt eszközök könnyítik a tűzoltók munkáját. Kevesebb víz felhasználásával hatékonyabban zajlik immár a tűz kioltása, fogalmazott Gál Tibor, a Vulkán Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke. Szerencsénk volt, hogy Hargita megyei tanácstól 2022-ben egy 17 ezer lejes támogatást tudtunk szerezni. Kapni, nem szerezni. Végül is, amivel felszereléseket vásároltunk, áramfejlesztők, szivattyúk, ilyen erdő, avarírtó, vagy tűzoltó dolgok, amit megkönnyítik az avartűznek a hatékonyságát, felszívó temlőket, átalakítók, akkor intelligens áramfejlesztőt, ami az nagyobbá segít abba, hogy bármilyen rendezvényen egy ilyen áramingadozásra alkalmas eszközöket hozzá lehet csatolni, függetlenül attól, hogy most kelljen félni, hogy tönkre megy vagy nem. Azért intelligens. Lázárfalvának és a környék településeinek óriási biztonságot jelent a Vulkán Önkéntes Tűzoltó Egyesület léte. Az egyesület önkéntesei akár 10 perc alatt is ki tudnak szállni a helyszínre, míg a hivatásos tűzoltók csak fél órás késéssel érkeznek meg. Kelemen Mihály, a Vulkán Önkéntes Tűzoltó Egyesület tiszteletbeli tagja, a múltbeli emlékeket is felidézte az átadó ünnepségen. Ha nincsenek tűzoltók, nincs kész folyamodni. Kész volna, hogy folyamodjon a nép. Nincs, ott van Gál Tibor parancsnok, őt hívják, és akkor értesíti ezt a csoportot, és így gondolom, így van. Jó, ez a lehetős így volt, hogy Ándra bácsi vagy valamelyik értesítette a csoportot, mentek, akkor nem volt még a tűzoltókocsi. Volt az a kezipompás, mit négy ember nyomott, lehúzta oda, a volt az előtt. A program hatására a Lázárfalvi Önkéntes Tűzoltó Alakulat eszköztára digitális generátorral, motoros porlasztópompával, háti oltópompával, láncfűrésszel, nagy teljesítményű vízszivattyúval, áramfejlesztővel és tűzoltó tömlőkkel gazdagodott, mellyel a Vulkáni Önkéntes Tűzoltó Csapat sikeresen vehet részt tűzoltó akciókban. Az eszközök beszerzésével növelni tudják az önkéntes tűzoltók bevetésekor a hatékonyságot, a gyors közbelépést, mellyel életeket menthetnek.